exciting episode of. Az embernek úgy kell a mese, mint az édes álom. Egy fiatal lány egyik pillanatról a másikra mély álomba merül. A szakértő véleménye szerint a lány hónapok óta tartó állapota nem kóma, hanem valódi mély álom. Az eset előtt nem csak a család, de az orvosok is érdekre válnak. Atyúját, ő így ölelte anyúját, a habukba süt pogácsa, azért szénybe dobálva. Ha tudta az ifja, nem várhat ő nagy csodára, így lépett a szegény gyerek. Jó, kusza lett a regény, mert elindult a legény. Hiába lett szegény, nagy érték a lelemény. Egy erdő közepébe megtalált ő egy tanyát. Éhes volt és fáradt, ezért meghúzta ott magát. Egyedül neked haver, ez a világ. Lába csak halad, és tudod, olyan messze viszi el, hogy ezt már az agyad. Nem hiszi el a népe kívánsága, a király igazsága, a legkisebbik lánya és a fele királysága. Mesél tanulsága, hogy te befutsz, hogyha haladsz. Sétálsz te vagy szalad, sírakult a farkum alatt. Sok szépen láratot nyújthat, még támadhat el, már fáradt, hadd segítsek rajtad a magányba, sápasz! Veled lennék hittel, de nem hagyja az apám, öld meg a sárkányt és veled vezet talán. Ne szórakozz, babám, az életem túl drága, sose támadnék rá, süss cimborámra! Nem leszek a tiéd, mert a lassú percek, elvezet meg oda, jön a szüke herceg. Nem maradta magadnak a torba bezárva, s várhatod arra, hogy hiszel a bába!